Srácok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb videóban, itt a szerdai, ami most már csütörtök, igen tudom, Star Stable online frissítésében, mert hogy ma ismét egy új paci érkezett ma a játékba, ami nem más lenne, mint a Finnországból érkezett Lovak Melinda. Köszönöm szépen a feliratkozást, ezt elfelejtettem kikapcsolni. Szóval a fél lovak érkeztek meg hozzánk, ráadásul mindegyik szint már meg is találjuk a játékba, kivéve ugye egyet, amit ugye az applikációban lehet majd megszerezni, valamikor az is egyszer be fog kerülni a Star Stable abba, és azt is meg lehet szépen venni. Mely színek érkeztek be, és hol is találtuk meg ezek a pacikák? Most azonnal meg fogjuk ezt nézni. Szóval íme a finn ló, ami ugye Finnországból származnak, és ez a finn ló, ez 850 Starcoins-ba kerül, muszáj, hogy puskázom, mert nem vagyok tisztában némelyik színekkel. Ezekből a színekből lehet variálni, kender, sörény és sárga, mely sárga, vörös sárga, világos sárga, hú, de sok sárga van, a palomino, almásszürke és a fekete. Most nekem az almásszürke és a fekete nagyon-nagyon-nagyon bejön, úgyhogy abból biztosan fogok venni, sőt, nem csak egy lovat fogok venni, hanem valószínűleg többet, mert ugye, ahogy számolom, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szín érkezett be a játékba, és ha minden igaz, akkor lesz egy nyolcadik, ha jól tudom, lesz egy nyolcadik, ami az applikációs lesz, de erre nem vendék rá vérget. Úgyhogy ezekből a színekből lehet válogatni, és ugye egy darab van Pinta erődben, amit ugye a Non-Star Riderek is meg tudnak vásárolni Pinta erődnél. Ez viszont korlátozott ideig lesz, aztán ő is fölköltözik szépen Furgroupba. Aki esetleg nem Star Rider, akkor még most be tudja zsebelni ezt az egy szép, gyönyörűséges lovacskát, aztán utána hatos szintől lehet elérni úgymond a többi lovat is, ami igazából tök hamar megvan, ha valaki Star Rider. És ugye kettő variáció lehető el a sörényből, azt is meg fogjuk mindenféleképpen nézni. Na de most, ha valaki figyelte, szemfüles volt, az tudja, hogy én kiírtam egy posztot YouTube-ra, a közösségi főre, hogy várok név ötleteket a finn lovakkal kapcsolatban. Úgyhogy nézzük meg, milyen névötletek születtek, és akkor ebből fogunk szépen válogatni. Ugye azt mondtam, hogy aki a legtöbb lájkot zsebeli be, az abból fogok én választani. Na most, kedves Fannikun, te nyerted meg ezt a kis játékot, de ahogy látom, nagyon sok olyan névötletet írtál, amiből szinte a felét én már használom. Van olyan nevű lovam, hogy Chippy, van olyan nevű lovam, hogy Honeybee, Sunflowerem is van, Bumblebee, Popsi is van ráadásul, a Little Heart, Little Flower az viszont nem, de viszont tudom, hogy van Little Prince nevű patikám, úgyhogy abból biztos, hogy nem is tudom, még ezen gondolkodom, hogy ez hogy legyen. A Coco Chip az amúgy tök jó, az egy ilyen sötétebb színű lovacskára tudom adni. A Chip Chip egy vicces lónév, de Zoe édeskertes kopi lenne, azt viszont nem szeretném. Mini Dance szerintem Mundancerem van, de Minidancerem nincsen. Viszont van egy nagyon jó kis táblázatom. Szóval, ha megfigyelitek, ez az én All My Horses nevű ilyen táblázatom. Így végre én is meg tudom tartani, hogy milyen lovaim vannak. Igen, ezt én szerkesztettem, sőt, ti is meg tudjátok nézni, majd lent a leírásban megtaláljátok, hogy milyen nevű lovaim is vannak, és hogy is néznek ki. Na most, ha minden igaz, az a baj, nem tudom kell esetleg rákeresni, olyan, hogy Bumblebee-m olyanom van, és ha megtalálom, itt is van Bumblebee, ugye ő lenne a Dorky nevű pacikám. Igen, ugye volt Sunflower, Popsi is van, és hát sajnos ezekből nagyon nem tudok válogatni, de viszont nekem például nagyon tetszik a Coco Chip, úgyhogy ezt a nevet biztosan föl fogom használni. És egy kicsit pontosítsuk ezen a játékon, ugye a nyertesnek az egyik névötletét föl fogom használni, de látom, tényleg sokan írtatok nekem névötletet, úgyhogy egy randomból is fogok választani, mit szóltok hozzá, melyik tényleg nagyon tetszik, és remélem, hogy tényleg nem csak egy lovat fogok vásárolni. És akkor így meglátjuk, hogy milyen nevet adhatok egy bizonyos lónak. Na de nem is húzom tovább a szót, szerintem nézzük meg ezeket a lovakat, menjünk el először is Pinta erődbe, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik az a Pinta erődi ló, amit meg lehet vásárolni, még a Non-Star Riderek is be tudnak zsebelni. Szóval ő lenne a Pinta erődi szépség, amit egyes szinten meg lehet vásárolni. Na őre viszont tényleg illik a Coco Chip. Hát nem tudom,
nagyon-nagyon kis egyszerű színe van, de amúgy látom, szép deres a pocakja, és ez viszont nagyon tetszik. Hát gondolkodok még rajtad, kedves, viszont te nagyon szép ló vagy. Póni, várjatok, a finn ló az most póninak minősül, vagy pedig lónak? Ezt valaki írja meg nekem. De most szeretném megnézni a többi lovat is, amit ugye a Firgrove-nál található meg, úgyhogy gyerünk, menjünk oda, nézzük meg őket is. Egy biztos, a feketét mindenféleképpen meg akarom venni, ami itt is lenne, a szépséges fekete, és látom, itt van a világos, a palomino, abba biztos vagyok, őt mindenféleképpen szeretném megvenni, úgyhogy őt biztosan be is zsebelem, és akkor ugye a Coco Chip azt viszont egy ilyen szép sárgára szeretném adni, úgyhogy most az egyelőre így félre rakom, és nézzük akkor, hogy milyen random nevek vannak még a komment szekcióban, amiből tudnék esetleg válogatni ennek a szépséges feketének. Oké, szóval Hyushun, nem tudom, ne haragudj, hogy kell kiejteni a nevedet, szóval Hyushun Southból írt nekem egy olyat, hogy Moon River. A Moon River például nekem nagyon tetszik, viszont tényleg nagyon sok névötletet írtál nekem, amiből néhányat viszont ugyanúgy használok, például a Coffee Cake nevű lovam van, Caramel Baby, talán Caramel Candy nevű lovam van, de a Coffee Cake-re biztos vagyok benne, Midnight Princess az viszont van, Princess nincsen, de Princessen van, Moon Shadow nevű lovam is van, de a Moon River-on viszont nincsen, úgyhogy őnek is szeretnék egy ilyen jó nevet adni, hogy Moon River, igen, nagyon sok Moon River, illetve Moon nevű lovam van, úgyhogy, hát igen, ez a Moon River-re most gyarapítani fogom a Moon családomat, úgyhogy nem is baj, nekem igenis tetszik ez a név, úgyhogy itt is van Moon River, üdvözletemet küldöm az istállóba, és mindenféleképpen meg fogom majd nézni ezt a gyönyörű szép lovacskát, viszont most szeretnék keresni egy sárga lovat, amire rá tudom adni a Coco Chip nevet rá. Te szép vagy, te nagyon szép vagy, de nekem kicsit túl egyszerű vagy. Amúgy tényleg gyönyörű vagy. És itt láttam még egyet, ez viszont tényleg nagyon egy kis sárgaság, egy kis szépség. Ne haragudjatok, ha nem vagyok tisztában így a nevekkel, igyekszem tanulgatni közben, de te is nagyon szép vagy amúgy. Nem tudom, még te rajtad gondolkodom, de nagyon nagy versenyzésben állsz a Pinterődivel, viszont a deres nekem minden álmom és vágyom, úgyhogy te is biztosan jönni fogsz az istállomba. Oké, találtam ismét egy random kommentben szereplő nevet, ami nagyon megtetszett, ez pedig Hanna a lovak között írta nekem, Doofdrop, azaz harmat csepp, ez a név nekem nagyon megtetszett, úgyhogy gyorsan meg is nézem, hogy tudok-e rá esetleg ilyen nevet adni. Nézzük, akkor én már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy létezik-e vajon olyan Doof, és lássuk, ott is van, Doofdropot írtál nekem, harmat csepp, amúgy őre tényleg nagyon élik ez, hogy harmat csepp. Ott is van Doofdrop, ráadásul ilyen nevű lovan biztosan nincsen. Úgyhogy végre van egy nagyon egyedi nevű lovam az istállóban, Doofdrop, üdvözöllek a családban. És akkor most már csak egyetlen egy feladat maradt hátra, ami amúgy a legfontosabb lenne, a nyertes nevet szeretném ráadni végre valamelyik sárgára, amit már nem tudom, hogy egyszerűen mondok el, de végre szeretném már nagyon ráadni. Úgyhogy sok sikert az új lovattal, köszönöm szépen, téged még megnéznek. Hú, te is nagyon szép vagy. Te is gyönyörű vagy, te is tetszel nekem, nem tudom. Nagyon nagy versenyzésben áll ez a 3 plusz a Pinterődivel lévő, na jó, én inkább abban vagyok, hogy visszamegyek még egyszer, megnézem Pinterődből, hogy mi a helyzet azzal a lóval, aztán gyorsan megnézem, hogy akkor melyik is legyen, Coco Chip? Na jó, eldöntöttem, srácok és lányok, ő lesz végül is akkor Coco Chip, és akkor válasszuk ki rá a nevet gyorsan, mert szeretné utána megnézni a sörény típusokat, illetve a járás módjait, és akkor gyorsan még egy chip nevet keressünk neki, és itt is van, úgyhogy a nyertes név végre megérkezett, és megkapta a Pinterődi Paci ezt a nevet, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és sikerült így bezsebelnem 3 darab pici pacit, úgyhogy gyorsan megyek is haza, megnézem ezeket a gyönyörűséges finn lovakat, és akkor nézzük meg először is a járás módjait.
Itt is lenne ez a gyönyörűség! Három pici gyönyörűség, gyorsan akkor. Szerintem kezdjük veled Moon River, mert én amúgy tényleg nagyon szeretem a fekete pacikat. Várjátok, gyorsan leszerelem közben, opa, leszerelem közben az én Jorviki őslovomat, és akkor nézzük meg gyorsan, hogy mit is tud ez a szépség. Oh my god, hát ez aztán tényleg a milyen szép fontos szád van, ezt amúgy nagyon szeretem. Jó, ő biztos az egyik kedvencem lesz, őt már most imádom. Hú, egy kicsit nagy rumli van a leltáramban. Na nem baj, gyorsan szereljük föl, és keresek rád valami szép kis nyereg alátétet. A legjobb dolog az egészben, hogy amik érkeztek a freeze lovakra, a harmadik generációs freeze lovakra, azokat föl tudjuk szerelni a fill lovakra is, úgyhogy valószínűleg, ami ugye a harmadik generációs freeze lovaktól érkeznek olyannan pacik, azokra végre föl tudjuk ezeket szerelni, úgyhogy gyerünk nézzem meg gyorsan a lépésmódjait, mert én most már tényleg nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Nos, akkor nézzük a lépésmódjait, ugye ilyen lenne álló helyzetben ez a gyönyörűség, nézzük a lépését, tetszik, ahogy így táncolt. Kicsit olyan táncmozdulata van ebben az egészben, és akkor így lehetne énekelni azt, hogy táncolj, forró véred, üszöd téged úr. Nem akarok itt karaoke tartani. Szóval ügetést nézzük akkor. Ügetése is teljesen egyszerűnek tűnik, és az viszont különösen hát figyelemre méltó az, hogy a sörénye is szintén táncol a pacival. Tiszta táncoló lovacskát csináltak itt nekünk. Akkor egy kis vágta, lassú vágta, counter mód. Hát jó, rendben, nekem ez is amúgy nagyon tetszik. Akkor nézzünk egy galoppot. Ami igazából, nem tudom, a hátsó lábai tényleg gyönyörű szépen rakja, de amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik, és akkor egy full galoppot, ami igazából ennyi lenne a nyaka, az viszont nagyon tetszik, hogy ilyen hajlított. Tehát azért mégiscsak haladnak a reális ló felépítés felé, úgyhogy igen. És akkor nézzünk egy full megállás, ami wow, ez amúgy valamiért nagyon hasonlít valamelyik lóra, csak tudnám melyikre, talán az iriszkopra, úgyhogy valószínűleg neki van olyan megállásmódja, de ha nem, akkor segítsetek nekem kijavítani, de mint hogyha neki van ilyen megállásmódja. Úgyhogy szerintem ez ilyen Ctrl-C, Ctrl-V megoldás volt, de amúgy nekem nagyon tetszik ez a megállásmódja, egy kapaskodás. Az ágaskodás viszont nem vitték túlzásba, tehát ez is valamelyik lónál vették ki és rakták bele. Na nem baj, nem baj, és akkor nézzünk esetleg egy visszafele menetel, egy rükvec, ami igazából, aha, a lófej az tényleg tök jól helyezkedik el, az nekem például nagyon bejön, hogy kicsit az iri félre tartja a fejét. Szóval ja, igen, még az ukrását elfelejtettem nektek megmutatni. Aha, na ez viszont tiszta freeze mozdulat, mert ha megnézitek, neki is egy hajlított nyaka van. Hát jó, ezt most elég érdekes módon sikerült megállítanom, ami valószínűleg, hát nem biztos, hogy így nézek ki a valóságban, de engedjük el szerintem. Nagyon-nagyon vicces és nagyon cuki, hogy így beállt ez a nyak. Hát ja, egy kicsit kirakós, összerakott pacika ez, de amúgy szerintem nagyon jól mutat. Hát a legfontosabbat elfelejtettem nektek bemutatni. Ha megnyomjátok a szó közt, vagyis a space, akkor ez a pacika is le tud ülni, akár csak a jorviki őslovak, és ez azért is jó, számomra például azért is jó, mert nagyon sok fotózáshoz illik ez a jó kis leülésmód, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ez a pacika is le tud szépen feküdni, akár csak a jorviki őslovak, és nem tudom, miért szálltam le a lóról. Szóval, ha megnyomjátok a space-t, akkor ő is ugye így lefekszik, és ő is fidget spinner ezik, akár csak a jorviki őslovak. Hát nem baj, ez is nagyon jó végre. Csak hogy gyorsan még a sörény típusait szeretném megnézni, most erre a pacira szeretnék egy jó kis sörény típust nézni. Már itt megpróbálok valahogy úgy, nem tudom, valahogy úgy beállni, hogy én ne zavarjak a képbe. Na, remélem így most már jobb lesz, szóval kettő darab sörény típus érhető el. De először is nézzük meg az alapokat, ugye ezek lennének az alapok, a bogyózott is, a bogyózott az tök szépen áll rajta. Miért olvastam azt, hogy kettő darab sörény típus érhető el? Hát mindegy. Szóval ez az, ami kifejezetten a finn lóra élik, ez ahogy tiszta ilyen fjord-szerűség, de viszont tényleg gyönyörű szép. Hát nem tudom, ő neki szerintem hagyom meg így a normál állapotba, viszont szerintem vagy a deresre, vagy a sárgára fogom ráadni ezt a,
ezt a szép sörénytípust, ami kicsit ilyen fjordos. Ő neki viszont szeretné egyelőre így hagyni, mert én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez így sokkal jobban áll. Szóval akkor, ahogy ígértem, kokocsitra szeretném ezt a Yuki sörényt rárakni, és akkor meg is veszem. Úgyis van szép kis fjord, hát majdnem úgy néz ki, mint egy fjord lovacska, de amúgy nekem nagyon tetszik ez a seprűféle. Tényleg majdnem úgy néz ki, mint egy seprű sörény. Szóval alapjáraton ez a ló amúgy nekem tényleg nagyon tetszik, főleg a kis deres hasa, úgyhogy örülök, hogy végülis ezt választottam, és lett egy kis zoknia neki ennek a lónak. Nos, hát feljöttem ide a szép kis tehén barátunkhoz, úgyhogy szerintem elérkeztünk a videó végére, de még mielőtt lezárom a videót, szeretném nektek említeni, hogy aki esetleg szeretne csatorna tag lenni a csatornámon, annak most lehetősége van ilyen nagyon szipi-szupi menő maticákat kapni tőlem, úgyhogy nincs más dolgod, mint hogy csatlakozz hozzánk a kis köreinkbe, és akkor havi szinten fogsz tőlem kapni maticákat, és természetesen, hogyha elérhető lesz újabb meg újabb adag, ugye egy adagban 12 matica van, akkor természetesen a csomagokból lehet válogatni, hogy te melyiket akarod. Egyelőre most csak egy adag érhető el, ami ugye 12 maticából áll. Instagram oldalomon tudod követni, hogy milyen maticákat is osztok meg, de most egyelőre csak ez a 12 darab van, úgyhogy ha téged érdekel ez a matica dolog, akkor nyugodtan nézz utána, hogy miket is kellene ebből teljesítened. Illetve még azoknak is üzennék, akik már csatorna tagok, hogy ismét lehet írni nekem egy e-mailt, hogy ti igenis szeretnétek igényt tartani erre a matica csomagra. Ne felejtsétek el elküldeni nekem azt, hogy igenis ti be vagytok fizetve erre az egészre, plusz, hogy hova is küldhetem el ezeket a maticákat. Úgyhogy ezeket ne felejtsétek el becsatolni, illetve a neveteket is írjátok meg, hogy mi a YouTube nevetek, mert így akkor tudom azonosítani, hogy azok igenis ti vagytok. Úgyhogy várom az e-maileket, és akkor megbeszéljük a részleteket. Én viszont elköszönök mára, és remélem, hogy ti is vettetek ezekből a gyönyörű szép lovakból, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti vajon milyen nevet adtatok neki. Ha esetleg a komment szekcióból csíptél el egy-két nevet, akkor azt is nyugodtan megírhatod, hogy vajon ki inspirált téged arra, hogy ilyen nevet adjál a lóra, ki adta neked a névötletet. Ezt is nyugodtan megírhatjátok nekem, illetve a többieknek is, én nagyon kíváncsi vagyok. És köszönöm szépen tényleg a rengeteg névötletet, nagyon sokat segítettetek nekem, és hát remélem, hogy tudunk még ilyet játszani, ha jönnek be esetleg új lovak, vagy újra animált lovak. Én elköszönök már, legyetek jók, és találkozunk legközelebb egy újabb videóban. Addig is, sziasztok! És sok sikert kívánok mindenkihez, ezekhez az icsi-picsi, icifinci, incsifinci, szóval szép fűlovakhoz. Sziasztok!